következő előadó Szabolcs M. Gyula, ahol M. Mihály. Mi a neved? Ja, ez a neved. Exobolygó fedések exotikus asztrofizikája, ez akkor egy van a jó előadás, ha az lenne a cím, hogy exobolygó fedések exotikus egzecióztatása. Szabó Gyuláról szó. Vagy valami ilyesmi. Valami három lehetni. Valami három lehetni. Igen, tehát a megfigyelhető egyik tendencia a Magyarországon is, a Magyarországon is, hogy a változó csillagászati észlelések területében egyre inkább bevonódik a tranzitos egzobolygóknak a követése CCD kamerákkal, és hát ugye a csehországi Exoplanet Transit Database projektben van is egy olyan kis alkalmazás, amely az ember föltölti a saját méréseit, és akkor visszajön a fényvesztett fénygörbe, vagy minek a átvonulását mutatja a fénygörbe, mikor történt az átvonulás. Tehát egy ilyen globális fényvesztés csinálnak a fénygörbére. És hát ennek apropóján, hogy van ilyen lehetőség, nem biztos, hogy az a amatőr eszközökkel jelenleg elérhető pontosság az a erőteljes tudományos konklúziót megbízhatóan meg tudja alapozni, de a jövő adott esetben azt is magában rejti, hogy lehetséges majd olyan pontosságú adatokat fölvenni amatőr eszközökkel is. Tehát ilyen szempontból elmondható, hogy egy változó észleléssel foglalkozó találkozón, hát exobolygós előadásnak is létjogosultsága van. Én viszont, hát miután a cím az a fölkérés alapján az így szól, ezért most kevésbé a megfigyelési technikákról, hanem inkább az exobolygókkal kapcsolatos érdekességekről szeretnék néhány gondolatot megosztani. Hát a jelenleg az nem biztos, tegnap még úgy nézett ki, hogy 684 bolygót, exobolygót ismertünk, melyből 177 tranzitos. A tranzitos exobolygóknak a fele, az elmúlt egy évnek a hozadéka. Ez egy ilyen érdekes, és jól mutatja a felfedezéseknek a ugrásszerű növekedését. Miért szeretjük különösen a tranzitos exobolygókat? A tranzit paraméterek alapján meg lehet határozni a pontos pályát, és pláne, hogyha a másodlagos fedésünk is van, tehát a mellékminimumot is látjuk, amikor a bolygó tűnik el a csillag mögött, és hogyha a pályaméretet tudjuk, van egy spektrumunk, akkor a tömegeket is tudjuk, akkor meg tudjuk határozni a bolygónak lényegében a átlagos légkori sűrűségét, ha még molekulákat is detektáltunk benne. Nagyon jó, csak a adott összetételű bolygó, aminek adott átlagos sűrűsége van, adott mérete van, adott tömege van, hát valamiféle szofisztikált légkörmodellel is illeszthető. És akkor egy ilyen tranzit mérésből lényegében az exoplanetológia területére nyílik többek között bepillantás, tehát ki lehet számolni olyan exobolygó modelleket, a légkörnek a radiális szerkezetét egészen a magig, ami pont úgy viselkedik, mint amit mi megfigyelünk kívülről. És ez meglepő módon eléggé specifikus. Tehát a megfigyelt sugárból, megfigyelt tömegből, csillagtól, vagy távolságból számolva meglehetősen kevés kis számú, kis tétfogatban vannak azok a modellek, amik visszaadják a megfigyelést, tehát ténylegesen ezért a nagyjából megalapozott tudományt elkezd válni. Ez egy olyan diagram, ami a másfél évvel ezelőtt ismert exobolygókat, ez még nem 177 pont, ábrázolja a tömeg és sűrűség térben. A naprendszer beli objektumok ezen az ágon tartózkodnak, a Jupiter azt talán már egy másik ágon. A tranzitos exobolygók zöme, a forró Jupiterek egy látványosan más szerkezetet követnek. Mi lehet ennek a magyarázata? Ha különböző kezdeti tömegű szilárd magok köré, 10 földtömeg, 25 földtömeg, 100 földtömeg, köré elkezdünk pakolni annyi gáz, hogy az össztömeg az legyen 1,1 liter tömeg, 5% liter tömeg, 10 liter tömeg, stb. Akkor az átlag sűrűség elejét gyorsan csökkenni fog, hát
köré fölpakoljuk a kis sűrűségű gázt, akkor az csökkenti az átlagos sűrűséget. Viszont egy idő után az átlagos sűrűség növekedni kezd, mert a rápakolt gáz légkör, ugye a saját tömege alatt elkezd összenyomódni, és az ilyen összenyomott légkörnek, hát ugye értelemszerűen a kétszeresére összenyomódik, a sűrűsége már kétszer nagyobb lesz. Olyan mennyiségű anyagot föl lehet pakolni egy bolygóra, amit mondjuk 10 Jupiter tömegnyi anyagot rátettünk, hogy a Vasnál, adott esetben az Ólomnál a pont nagyobb sűrűségű egzobolygót lehet elérni, ami gázból van. Persze nem biztos, addig nem biztos, hogy gázból van, amíg nem detektáltunk a légkörében gázvonalakat, de vannak olyan nagy sűrűségű forró Jupiterek, ahol lehet tudni, hogy az konkrétan milyen típusú felső légkörben, ahol gáz megfigyelhető. És hát ha szilárd magokat veszünk, a szilárd magokat adott esetben megengednénk, hogy megbízott néhány Jupiter tömegűvé, ott is az anyagnak olyan mértékű összeroskanását lehetne megfigyelni, hogy irreálisan nagy sűrűségek keletkeznének, hasonló folyamatokból következően, olyan egzobolygót pedig nem figyelni meg. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ezek a nagy sűrűségű égitestek is gázóriások, és ilyen egzotikus folyamokban vettek részt. A legforróbb forró Jupiterek, csillagok nagyon közel keringenek, tehát 2000-2500 adott esetben mutatok majd olyan példát, hogy 3000 Kelvin hőmérsékletet elérik, ami egy kellemes M5-ben csillagnak is képes lenni a effektív hőmérséklete, pedig ebben ezekben a bolygókban semmi energiatermelés nem történik elvileg, hanem azt annak a hatását látjuk, hogy egy fényes csillaghoz, nagy energiatermelésű csillaghoz nagyon közel kering maga az égitest, és attól a légköre ennyire fölfűtődik. És hát ez nagyon különleges légkör fizikai kérdéskörhöz vezet el. Itt látható egy csomó légköri számítás, amit most nem is mennék be. Bele azt mutatja, hogy mekkora bolygó alakul ki bizonyos kezdeti paraméterek mellett, bizonyos típusú csillagoktól, bizonyos típusú távolságban. Tehát egy ilyen nagy csokor, egy ilyen virgács kialakult. Ezeknek a légköröknek a radiális szerkezete pedig emígy néz ki. Itt a hőmérséklet kisebb, itt a hőmérséklet nagyobb, itt pedig nyomás szerint megyünk egyre lejjebb a légkörben. Itt a felső légköröket látjuk, itt pedig lent a alsó légköröket. Az izgalmas kérdés az, hogy ha nagyon közel megyünk egy csillaghoz, 200 csillagászati egységre, akkor a felső légkör tetejéig 1500 kelvines hőmérsékletű légkörben tartózkodunk, és a légkör alsó részében, tehát például 1000 bar nyomás van, ott is csak ilyen 2000-3000 kelvines légkörünk alakult ki. Tehát a légkörben hőmérsékletig radiáns nem épül föl, ami azt jelenti, hogy a légkör ilyen relatíve nyugodt. Legalábbis a radiális szerkezetet nézve. Persze, hogyha a bolygó forog és a besugárzott oldal az gyorsan változik, akkor ebből következően ilyen viharos szelek a szélességi körök irányában ki tudnak alakulni, de például nem alakul konvekció, és ezekben a bolygókban nem keletkeznek felhők, hanem nagyon mélyen lehet látni a bolygók légkörében. Egy másik típusú bolygó, amikor a bolygó messze van, tudom én, 2-3-5-10 csillagászati egységre, vagy akár a világ már a képviselni mutat egy ilyen kis átmenetet, egy bizonyos csillagtól, más csillagtól meg ezek a számok persze másként alakulnak, akkor a légkör legteteje képes legyünk néhány száz kelvines tartományra, és a légkörnek az alsó részei még továbbra is ott a néhány ezer kelvines tartományú hőmérsékletben vannak. Tehát ilyen konvektív instabilitás alakul ki, a fölfelé induló buborékok nem állnak meg, hanem kiemelkednek a légkörből, mint ahogy ugye a bécsi légkörünkre is ez jellemző, különösen zivatalos időben. És ilyenkor egy teljesen más szerkezeti bolygóhoz, vagy egy teljesen más szerkezeti légkörre, például az ilyen bolygóknak a felszínén sűrű felhőzetet láthatunk a naprendszer felé nagy bolygókra. Ezt a kétféle társaságot PL és PM kategóriában szokták
jelölni, talán szépen le mutatnám. A TL, ahol az elbetni valamiképpen a L törvényre akar utalni, mert hogy még csillag, az egy kicsit hasonlít ehhez a társasághoz. Ennek gyűlösebb légköre van, jelenlés konvekció, felhők is nagyon beoldatunk ki. Ezek ugye csillagtól távolabbi bolygók. A PM pedig a erősen besugárzott környezetben kialakuló bolygó, ahol hát nem alakul ki konvekció, sőt lehet, hogy a légköre különösen meleg is, tehát a hőmérséklet inverzió alakul ki. És ugye a viharos légkör van a szélesség mentén szelek miatt, de lényegében felhők nincsenek. És hát vannak olyan átmeneti objektumok, ami egy harmadik érdekes kategória, ami az egyik oldalról úgy néz ki, mintha egy PL bolygó lenne, a másik oldalról meg olyan, mintha egy PM bolygó lenne. Az egyik felén kialakulnak felhők, a másik felén nem alakulnak ki felhők, és ahogy egy ilyen bolygó körbe kering egy csillag körül, megfigyeljük a bolygóról visszavett fényt, ez egy nehéz mérés, például a Spitzer-Grafs sírkel hozzá, azzal született több ilyen megfigyelés, akkor a visszavett fény változásaiból lehet látni, hogy a fázisban, ugye pont a meddéknőm előtt kéne, hogy a legfényesebbnek lássuk az égítesebb, fázisban el van tolva a megfigyelt változás, ahhoz képest, amit egy keringő biliárdbőr mutatna. Vagy egy pingpongatna meg egy biliárdbőr, az kicsit fontos. És hát tehát ez nem egy keringő pingponglabda, hanem valamilyen fod, amit hát jelenleg ugye senki sem tudja, hogy hogyan lehet úgy előállítani egy bolygót, ami kötötten kering, és stabilan megjelennek a felhők az egyik oldalán, és semmit nem figyelünk meg a másik oldalán, illetve nem a mélyen látunk a légkörben a másik oldalán, mert is felhők. Egy ilyen rejtélyes kérdés. Egy másik rejtélyes kérdés, amikor azt figyeljük meg, hogy a bolygó keringik szintén. A csillaghoz nagyon közel néhány bolygó, például ez, egy ilyen HD szám, meg például a korú GMB, meg azóta is találtak már ilyet, nagyon közel kering a csillaghoz, akkor a felső légköre olyan mértékben fel tud felülni, hogy a gravitáció az nem elég ahhoz, hogy a légkört megtartsa az adott helyen, és hát akkor hasonló, mint egy üstökös, a felső légkör elkezdi elhagyni a bolygót. És kialakul egy hát főleg hidrogénből álló gázfelhő a bolygó körül, ami tulajdonképpen gigantikus méretű. Tehát ez a csóva, ez szinte a valódi lényegi állapot. Itt látható egy olyan megfigyelés, ami ezt a jelenséget mutatja. Ennek a HD-2458-os bolygónak a tranzit megfigyelése az űrtávcsővel Lyman alfa hullámhosszon mutatja, tehát útrévója a hullámhosszon, ahol hidrogén rendel, és ha hidrogén felhőt látunk, akkor a hidrogén felhő eltakarja a sikarot Lyman alfában. Látjuk a tranzitot ebben a bizonyos hullámhossz tartományban, és látszik, hogy a tranzit mélység az itt 15 százalékos. Ennek a bolygónak az optikai tranzit mélysége pedig 1,5 százalékos. 10-szer mélyebb a Lyman-alfa megfigyelésben a tranzit mélység, ami azt mutatja, hogy legalább 10-szer akkora a hidrogén felhő a bolygó körül, mint magán a bolygónak a kapja. Fölvetődött még tavaly, talán pont egy éve, szinte napra pontosan, de egy hétre pontosan már több, mint valószínű, hogy a hőmérséklettel összefügg az, hogy a bolygó pálya hogyan áll a csillag körül, konkrétan a csillag hőmérséklet. Amit itt látunk, az a központi csillag effektív hőmérséklete, 4500-tól meg 8000 Kelvin. Amit itt látunk, ez a tengely, az alsó adával egyébként nem kell foglalkozni, az a bolygó pályának a helyzete, mondanám, hogy inklinációja, de igazából nem. A pálya inklináció tranzitos esetben hát tulajdonképpen nem tudjuk megfigyelni. Azt szoktuk mondani, hogy ha tranzitol a bolygó, akkor a pálya infináció 90 fok, de ez nem igaz, mert ha mondjuk ez a torony, ez a hangtorony, itt a csillagforgás tengelye, és egy 90 fokos inklinációt köré teszek, nagyon szépen örülünk neki, mert akkor tényleg ott
kezdünk figyelni a tranzitot, ha elvillentem a pályát, akkor meg a csillag előtt úgy halad el a bolygó, hogy nincs nap. De az is lehetséges, hogy egy ilyen jármű felde pályát látunk, aminek az inklinációja jelentős, de éppen úgy alakul a szerencsés geometria, hogy mégis megfigyeljék a tranzitot. És az egy nagyon meglepő megfigyelés volt, itt vannak ezek a bolygók, ezek a meglepő típusúak, hogy az egzot bolygóknak egy jelentős része, mondjuk harmada az eddig ismertek közül, nem azt a szép, nem is tudom, mire a megfelelő magyar szó, alignment-nak nevezik angolul, tehát hogy nincs egyeztetve a csillagforgás tengelye a bolygópályákkal, hanem összeviszállnak a bolygópályák. És tök véletlen, hogy látjuk őt tranzitolni, mert ha általános helyről néznénk egy ilyen rendszert, az általában nem tranzitos. És az az izgalmas kérdés, hogy van-e annak valamilyen megalapozottsága, hogy úgy tűnik, hogy a forró csillagok körül jobban szeretnek kialakulni ilyen elvillett bolygópályák, ha nem 90 fok az inklináció, mint hűvösebb csillagok körül. És az vetődött föl körülbelül egy éve, hogy ez megalapozott megfigyelés, tényleg ez statisztikailag szignifikáns, és úgy tűnik, hogy az azóta felfedezett bolygók, illetve ahol a bonyolult színkép méréssel megmérték a pályának a térbeli helyzetét, alátámasztják azt, hogy ez igaz. Hát a forró csillag körül szeretnek a bolygók nem inklinált pályán keringeni, illetve inklinált pályán keringeni, a hűvös csillagok körül pedig a bolygók ilyen szép egyeztetett pályán, tehát a csillag egyenlítő iskolában. Merész magyarázat, miért alakulhat ez ki? Hát például azért, mert a bolygó áramlás hatása adott esetben az egész csillagforgás tengelyét el tudja villantani. Ez egy ilyen nagyon nagy modell. Mindjárt meg is halt azzal a teszttel, hogy hát ezt valamilyen módon hidrodinamikailag le kell modellezni, hogy hát azért egy egész csillagforgás tengelyét áramlás erővel elforgatni, az egy nagyon bonyolult dolog. És erősen diszipatív, tehát elviszi a rendszerből az energiát. Vagyis ha azt akarjuk elérni, hogy egy ferde pályán keringő bolygó egy hűvösebb, kisebb tömegű csillagot be tudjon a saját keringési síkjába forgatni, vagy a csillag valamit csinálja a bolygópályával az áramlány hatásokon keresztül, annyi energia diszipálódik a súródó, lépő súródások miatt, hogy hamarabb bespirálódik a bolygó a csillagba, mint sem megkövetkezzen a pályának az egyezése. Egy még sci-fi típusú magyarázat, hogy nem kell az egész csillagot elforgatni, elég csak a konvektív zónát, ami lényegesen kisebb tömegű, mint az egész csillag, mi meg úgyis csak a konvektív zónát látjuk. És ez az elmélet azt állítja, hogy hűvös csillagoknál, ahol ez a jelenség bekövetkezik, ott a csillagnak a konvektív zónáját lényegében hát ilyen ambivalens állapotban figyeljük meg. A csillag mag egy ilyen fajta tengely körül forog, a konvektív zóna meg egy ilyen fajta másik tengely körül forog, és hogy ezt a csillag csinálná évmilliókon és évszázmilliókon keresztül. Nyilván érzékelhető, hogy hidrodinamikailag tulajdonképpen ez is egy védhetetlen. Én a Jörg Krisztián Dalsgaard egyik előadásában hallottam egy ilyen föltörést a napra magára is. Magára a napra? Ez egy valamilyen helioszeizmológiai kis frekvencia eltolódásokat így meg lehet. Aha. De a Tauklinán azért könnyebb valamit elcsúsztatni, mint máskor a csillagban, de hát azért mégis csak úgy gondolná az ember, hogy ott van súlódás. Hát mi tudja, hogy van. Azért nem végtelenül kicsi ott a szkodítás. Na, szóval... Egy forró csillag sokkal kisebb a konvektív zónája, alig van a tudás. Lényegében igen. Kis rétület is csak egy rét. Igen, de a forró csillagoknál éppen azért nincs konvektív zóna. Éppen azt mondja az elmélet, hogy azért nincsen szinkron, mert nagyon kicsi a konvektív zóna. És a hívás csillagoknál a szinkron, akkor meg nagyobb a konvektív zóna. Igazából erről mesélne ez a amit mutatja a konvektív zóna tömegét. Szóval bonyolult, de minden esetre egzotikus csillagmodellek fölvetéséhez is elvezett az ember exobolygókról spekulál.
Egy másik dolog, ami az exobolygók periódusa és sűrűsége, vagy minimális tömege, hogyha csak a radiális sebesség módszerrel megfigyelhető bolygókat is belevesszük a összehasonlításba. Szóval ez a eloszlás mind a mai napig, és ez tulajdonképpen a Kepler által felfedezett bolygó jelölőket is alátámasztják, kirajzol itt egy utat. Nagyon közel a csillaghoz vannak kis tömegű bolygók, ilyen Föld kategóriában, meg vannak nagy tömegű bolygók, ilyen Jupiter kategóriában, de a köztes Neptunus tömegű kategóriában nem figyelnek meg bolygókat. Tehát ilyen nagyon forró Neptunuszok nincsenek. Kérdés az, hogy mi ennek az oka? Hát erre is keletkezett számtalan magyarázat. Rögtön mutatom ezt a vállalatot, annak a lehetséges magyarázatot. Hát az egyik lehetőség az, hogy a Föld tömegű bolygók azok nem fognak evaporálódni, mert bentfőzetből vannak, és ezt nehéz evaporálni. A Jupiternél nagyobb tömegű bolygók nem fognak evaporálódni, mert nagy tömegű sűrű légkörük van, és a nagyon sokáig tartaná egy ilyen bolygót evaporálni. Viszont egy Neptunusz méretű bolygó a mutatott, hogy a párolgás procedúráján keresztül, de egy kicsi a gravitációs kötés, gyorsan elveszti a légkörét, és a bolygó eltűnik, vagy esetleg levándorol ide, és a magján lát. Ez egyik lehetséges magyarázat. Egy másik lehetséges magyarázat, hogy ezekben a rendszerekben még belső bolygókat látunk, ami a eredetileg itt kialakuló ilyen forró Neptunuszokat kilökte ide. Ez szigorúan a belső bolygókra van szükség. A kérdés az, hogy miért nem látunk ilyen belső bolygókat. Tehát ez ugye igazából nem magyarázza meg magát ezt a utat. És még egy lehetőség van, a Borai állomány csapdázás elmélete azt mondja, hogy itt azért figyeljük meg ezt a lukat, mert soha nem is tartózkodik itt bolygó. Azért nem tartózkodik itt bolygó, az elmélet szerint, mert ebben a tartományban nem tud kialakulni bolygó egyáltalán. Azok a bolygók, amik itt vannak, a forró Jupiterek, ilyen bonyolult diszken keresztül, amikor még megvan a koronda, amiben kialakulnak a bolygók, ilyen árapály surlódások következtében, további kísérő kialakulásának következtében, ilyen dinamikai perturbációkkal lassan vándorolnak befelé. És akkor eltelik néhány 10-100 millió év, és az itt kialakult bolygó, utána már itt van, és ott fogjuk látni. A Föld típusú bolygók ezt szintén meg tudják csinálni. A helyzet az, hogy amikor a diszk, amiből a bolygórendszer kialakul, kezd szétoszlani, akkor a belsejébe kialakul egy luk. És először a belsejéből tűnik el az anyag, és utána ennek a luknak a beremelésre. És az az izgalmas helyzet, amit hidrodinamikai szimulációk úgy tűnik, hogy reprodukálni tudnak, hogyha egy ilyen lukon keresztül át akarunk küldeni egy befelé vándorló forró Jupitert, azt minden további nélkül meg tudjuk tenni. De egy kisebb tömegű bolygó eléri a lyuknak a belső peremét, ott a lyukban föllépő állapály, tehát hogy ott a maga a kisebb tömegű bolygó módosítja a szerkezetét a koronnak, az elcsapdázza a bolygót, és ahogy tovább megy kifelé a bolygónak a belső pereme, még ezt a Neptunusz maga a bolygó, a koronnak a belső pereme még kifelé is képes taszítani. Tehát még a kialakulás szakaszában, amikor még ott van a korongaiből kialakul a bolygórendszer, ez át tud menni a peremen, ez nem tud átmenni a peremen, és kialakul maga a sivatag. Ez egy érdekes felvetés. Erre azóta már keletkeztek olyan számítások, amik hát felvetik, hogy bármennyi is exotikusnak tűnik, lehet, hogy ez az elmélet nyert. Többszörös rendszerek. Ez egy friss eredmény, de több ilyen többszörös rendszert ismerik már. Mi történt? Ezt én is fogom. Ezt te is fogom. Igen, a Kepler 16, ami azt tudja, hogy van egy kettős csillag, keringenek egymás körül, itt figyeljük meg kékkel, meg sárgával a csillagok kölcsönös fedésének főminimumát, meg mellékminimumát. És ebben a rendszerben legalább egy tranzitos bolygó is kering, a zöld kis lehet pittyenések, itt a zöld nyilakat talán könnyebb észrevenni, mint magát a fénygörben,
anomáliák, azok mutatják a bolygónak a tranzitját a fényesebb csillag előtt, ezek a kis egészen kiske szerű piros nyillal jelzett, szinte már nagyító nélkül láthatatlan kis apró tranzit jelenségek pedig ugyanannak a bolygónak az átadása a másik csillag előtt. Tehát ez a bolygó ugye mind a két csillagot elfedi. Ha tranzitos rendszereket figyelhetünk meg, akkor nem sok mindent ebből meg lehet jósolni, tehát egyedi tranzitos bolygóknak az egyedi planetológiáját meg tudunk állapítani a körülünk. Ha több tranzitos bolygónk van, arra is van példa, de most éppen nem az, tehát a megfelelő szöveg nem nagyon ilyen szerepel, de mindegy, tekintsünk egy kicsit előre. Ha több tranzitos bolygónk van ugyanabban a rendszerben, akkor az egyedi bolygó planetológiájának megismerésével a bolygó rendszerek szerkezetére tudunk következtetni általánosan. És hát az égi mechaniszták is nagyon örülnek, izgalmas égi mechanikai kérdéskörökre. Ez egy többszörös bolygórendszer. Ez egy többszörös bolygórendszer, a 2-9, ebben van két megerősített bolygó, és van egy harmadik tranzitosnak tűnő égitest, aminek radiális sebesség megerősítése nincs és nem is lesz. Mert halvány. Lehetne, el kellene írni az 1 méter per szekundumos pontosságot, ehhez a kekkel egy órát kellene exponálni. Ez még éppen belefér, de hát erre mondta a végokrán, hogy hát az a helyzet, hogy nagyobb alatt is tudunk sütni. Tehát akkor mi ennek a bolygónak a megerősítésével foglalkozunk. Minden esetre a két nagyobb tömegű bolygó, az látszik a radiális sebesség méréseken is, sőt, a két nagyobb tömegű bolygó tranzit időpontjainak eltérését a szigorúan monoperiódikus táblázatot, gyakorlatilag itt egy uniós C-diagramot láthatunk. Látszik, hogy az egyik bolygó, meg a másik bolygó tranzit időpontjai, azok hát úgy eltolódnak, és ráadásul pont úgy, hogy az ellenkező fázisban. Max. Ez már nem maximum 5 perc. Ja, hogy nem a maximum 5 perc. Jó, de akkor mutattam egy ilyen állatkertelés példát. Hát ez egy ismert dolog a többszörös bolygórendszerekre, egy radiális sebesség bolygó, ami hát többször bekerült a médiába, hogy ő az első lakható szuperföld, mert az életzónában kering, de lehetséges, hogy ez a bolygó nem létezik. Tehát erről azért tudjátok, ezt itt azért tettem föl, de fél évente fölkapja a média, hogy fölfedezték az első lakható szuperföldet, az, ha így hívják a magát a csillagot, az azt jelenti, hogy valaki ír ebből a mérésből egy cikket, arról, hogy ez a csúcs, ez itt nem még itt van, vagy arról, hogy nem, ez a csúcs, ez nincs itt. És hát néhány naponta megjelenik egy rendeváltás a kérdésével kapcsolatban, ez egy ilyen mostós terület. A legutóbbi az az, hogy nincs. A legutóbbi az, hogy nincs. Ez a mostani állítás. És hát a KOI 13 nevű Kepler bolygó szintén egy egzotikus égítés. Hát a bolygó vagy barna törpe, egy nagy tömegű A-színkét, gyorsan forgó A-színkét típusú csillagok körül kering egy kísérő. A két kísérő, a két fő komponens egy-egy másodperce van egymástól. A Kepler-en egy pixel az 4 másodperc. Tehát nem lehet egyértelműen eldönteni a Kepler mérésből, hogy ő csinálja a tranzitot vagy ő. Hát egy piszkés tetén csináltunk egy trükkös is mérést, részleteket majd később, adott esetben személyesen, de ez az volt a lényeg, hogy a nagyon rövid expozíciókkal álljunk meg a színig. És miután a színig nem kerül össze a két égítestet, ki lehetett mérni, elvégülis adat edukálásra, hogy az A csillag körül kering a kísérő, amit utólag meg is erősítettek, tehát végül is nem lehet mondani. Az izgalmas kérdés az, hogy ezen a csillagon valószínűleg van egy fényes folt, amit a gyors forgás okoz, és amikor egy ilyen egyenlőtlen fényesség eloszlású felület előtt áthalad a bolygó, akkor egy ilyen hát elfedült, vagy eltorzult, vagy tranzit alakot figyelhetünk meg. Ez volt egy jóslat 2009-ben, és ez maga a megfigyelés. A 2011-ben megtaláltuk az első olyan fénygörbét, olyan tranzitus égitestet, ami tudja ezt az aszimmetriát, ugye az adott fényesség szintet tranzit előtt 2 századfázissal írja, tranzit után meg 1,5 századfázissal.
ezek a szőlők arról mutatják az anomáliának a lényegét. Hát a mellékből már is meg lehet figyelni, ebből aztán sok mindent meg lehetett állapítani. Magára a kísérőre, ami most vagy egy bolygó, vagy egy bolygó törpe, egyelőre még egy tisztázatlan kérdéskör. És hát így néz ki a spektruma, amiben hát a vonalak kiszélesedése mutatja, hogy milyen szép, nagy sebességgel forog a csillag, és néhány ugye ez a plauzibilis modell. Itt lent elvileg itt nem próbáltam látni a spektrum modellekre, hogy tényleg hol található a bolygó, és lehetséges, hogy valahol itt. De még ezen dolgozni kell, ez még egy főpucolásra várni dolog, úgyhogy a részleteket most a idővel való tekintettel most inkább átugodnám, de lehetséges, hogy egy-két héten belül ez itt kialakul. Na és hát ez a kis képecske, hát a történelmi pillanat, ugye épp ezt akadtuk le az EU elnökséget, az volt a vezető hír, és aznap a kis művészi elképzelése megjelent a Index címlapon is. És ez három csapás volt egy omországra, ami hát meglehetősen rendelés. És hát az EXA boldogról most már tényleg csak marginálisan foglalkozunk azzal, hogy mit történik akkor, hogyha egy EXA bolygó körül hol található, és a fénygörbében egy olyan torzulást, amit a Hold saját fénygörbéje okoz, kimérhető-e az az állítás, hogy egyelőre nem, vagy nagyon határeset a dolog, de lehet, hogyha lesz későbbiekben olyan tervezett misszió, plántónak nevezzük, ami lesz. Ha lesz, akkor annak a fotometriai pontossága elegendő lesz ahhoz, hogy különböző közvetett módszerekkel megtaláljuk a holdakat és az exoplanétákat. Úgyhogy hát tekintettel arra, hogy ezt a munkacsoportot végre elnyitanám, amiben a drukkolóknak ez a műhold ez rögtön, és utána mintegy évtized múlva meglátjuk, hogy meg lehet tranzitos módszerrel az exoplanétáknak a holdjait is. Jó. És hát... Az exobolygók holdjairól már filmet is megfigyelhetünk. Hát a szokásos három nap alatt megmentjük a világot típusú amerikai film, de mégis valamilyen szinten már az exoboldnak is megkerültek a köztudatba. Én pedig szuper! Hát nem pontos erre gondoltam, de tök jó volt, meg sem nekem tetszett. Van egy kérdés? Van, Gyula? Igen. Itt az Exohold transit fénykörbe és a Ferrer rotátoros általatok gyönyörűen kitér fénykörbe. Én nagyfokú hasonlóságot kértem felfedezni. Igen, megoldható a dolog oldal. Igen, na most erre az amerikaiak, azok már egy rögtön egy sajtótájékoztatót szerveztek volna, és ezt már mint kész tényt közölték volna, hogy hoho, hát itt lehetséges, hogy hol van. Igen, az a gond, hogy tisztelte meg mi a hold. Hát, vannak egy probléma. Volt egy másik plauzibilis modell, és akkor úgy látszott, hogy az mind a gondolról alá van támasztva, meg úgy összeáll a rendszer, és akkor az okozza a ferdefogját. A másik dolog az, hogy a ferdesség mindig ugyanúgy jelentkezik. Ha a hold van, akkor kötőkeringési holdnak kellene lenni ahhoz, hogy mindig ugyanúgy jelentkezzen a ferdesség, az meg egy még speciálisabb rendszer, hogy pont úgy van körülötte a hold, hogy ráadásul még a kerítése is kötött, meg egyébként egy tízszeres költömegű holdat összeszedett valahogy. Világos, persze, tehát nem azt akarom én sugalmazni, hogy akkor menjünk át ilyen média csillagászatra, nyilván fordítsukra, csak az, hogy esetleg ezt a nagyon szép mérést föl lehet használni arra való illusztrációként, hogy hát ilyenfajta effektusokat azt láthatóan lehet és kell is kutatni. Mert itt egy szép példa, ezt ugye a konkrétan valószínűleg hol csinálja, de maga az effektus az ugyanilyen, tehát ugyanilyet kellene majd kimutatni, és akkor ilyen érdekes lenne. Hát ugye van még két jelöltünk egyébként, most kettő van még, vagy már csak egy? Hát egy valószínű van még.
Van még egy jelöltünk, meg erről a 13-osról egyébként azóta született NOT-tal spektroszkópia, a FIS spektrográffal. Az volt az állítás, hogy szeretnénk a Rossiter-McLaughlin effektus, tehát a sebességtorzulást kinézni, mert akkor az egyből igazolná, hogy tényleg egy ilyen felter pályás, ilyen dőlt pályás tranzitos objektum van. Igen. És akkor a illumináció szó két világértelemben volt használható, hogy egy a látóirányhoz képest egy tűrés, a másik. Igen, igyekeztem képest egy tűrés. Igyekeztem úgy foglalmazni, hogy illumináció az a csillagforgás lenyének és a pálya helyzetének a szögét mondja, és a valami feldességgel vagy egyébvel próbáltam körülírni azt, hogy az égi vetületben. Tehát, hogy látom, hogy tényleg, a tranzit az azt jelenti, hogy a mi látóirányunkhoz 90, az világos. De az, hogy ugye másik inkluváció az, hogy áll a bolygó, és a csillagnak az egyenlítés. Én akkor kaptam fel, hogy ez gyakoribb, mint a maz, és akkor ez mi közünknek is kérhez, hogy merő néz, és akkor utána mondtad, hogy az egyenlítőhöz képest tud érteni jelenzt a fogadat. Nem akarok kötözködni, bocsánat, de az előbbi kiállítása muszáj reflektálni, mert az a tranzitnak a megjelenés az nem következik a bolygó 90 fokhoz közel. Ugye, ha kicsi a bolygósugár a csillag sugárhoz képest, akkor azért ott van egy kis mozgás. Persze, 90 fok közel. Igen, és az is függ, attól is függ, hogy a bolygó maga milyen közel van a csillaghoz. Igen. Tehát, hát jó, de most 85 vagy 90 vagy. Ja, Azért is nehéz itt fogalmazni, mert a magyar szakifejezések nincsenek meg erre a dologra. Tehát az, hogy nincs egybe a csillag egyenlítője meg a bolygópálya, azt a obliquenessként mondja az angol verzió, amikor meg egybe van, azt meg alignmentnek. És hogyan fordítsuk ezt magyarra, ennek még nincs egybe alignment fordítása. És az intonációt meg arra használják, ami